Sziasztok! Iszonyatosan közeledik a karácsony, úgyhogy én is elkezdek karácsonyi ötleteket gyártani, karácsonyi recepteket készíteni. Most ebben az adásban halászlé lesz, de nem egészen úgy, ahogy megszokott. A legelső időkben csak a szegedi halászlevet tettem, lévén ott éltem, aztán egy picit utána ez változott, és most már olyannyira, hogy tudom azt, hogy melyikben melyiket szeretem, Bajaiban valamit, szegediben valamit, és melyik az, ami szerintem kukázni való, és ez a recept, ez nagyjából ezeket a preferenciákat követi, úgyhogy mutatom, hogy szerintem hogy készül a tökéletes halászlé. Mondd ezt még egyszer! Ismét egy olyan kaja, aminek receptje Magyarországon egyhangulag felkiáltással került elfogadásra, mindenki ugyanúgy és ugyanolyan módon csinálja, úgyhogy nekem sincs más lehetőségem, mint nem eltérni ettől a recepttől, íme. Szóval a halászlé, amit én csinálok, kicsit úgy készül, mint a Bajai. Most előkészítem a halakat, a farkasokat kivenni belőle, a szemet kipattintani, utána besózzuk, és hagyjuk állni egy órán keresztül. Szóval alaposan megmasszírozom őket, hogy mindenhol átjárja a só. Szóval az én halászlém egy mix. Megtartottam azt a Bajaiból és a szegediből, amit szeretek, és kidobtam azt, amit nem szeretek. Imádom a Bajai levének a tisztaságát, az, hogy nagyon sejmes, nagyon-nagyon intenzív és gyönyörű karakterű, és nagyon szeretem benne, sőt az a kedvencem, hogy van benne gyufatészta. Viszont gyűlölöm benne, hogy a hal olyan szálkás, hogy én nem tudom megenni. A szegediben imádom azt, hogy gyönyörűen szálkamentesen lehet a halat egyszerűen két kanállal merni az embernek, viszont nem szeretem a levét, azt a passzírozott, sűrű valamit. Úgyhogy a kettőből pakolom össze, ergo most ami következik, az nem más, mint a gyufatészta. A lehető legegyszerűbb tésztarecept 100 g liszt, egy tojás és egy csipet só. És nincs is más dolog, mint hogy elcsomagoljuk, és hagyjuk pihenni egy fél órát a tésztát. Ennyi az egész. Oké, hol tartunk? Hal előkészítve, lesózva. Tészta előkészítve, úgy, hogy lassan föl kell tennünk a levet, amihez pedig zöldségeket vágok föl, most először is a hagymát, abból nagyon sok kell. Egy kiló hal, egy liter víz, egy hagyma. Alapszabály. Nagyon kemény. Szóval az én módszerem az, hogy a halászlé úgy készül, hogy a besózott halból készül majd a lé, az erő, viszont az a hal, ami belekerül, az később nem kerül bele a tányérba, azt ki fogjuk dobni, de nem passzírozunk, csak leszűrünk. De kell bele a hal is, úgyhogy most ponty filét fogok egy picit előkészíteni. Most a lényeg, hogy a bőrig, de a bőrt át nem vágva, két maximum 3 mm-enként, de minél sűrűbben beírtalom a halfilét. Természetesen ezt is besózzuk. Szóval jön a nagy kedvenc befejezés, a gyufatészta. Pihent eleget, úgyhogy picit gyújtunk rajta, gyúrjuk egy picit. Aztán jön a többi. Szóval nagyjából másfél-két millis vastagra kellett, vagy vékonyra kellett kinyújtani a tésztalapot. Alaposan lisztezni, ne ragadjon össze. Fölvágjuk, egymást tetejére tesszük, és gyufa szálnyi méretű darabokra egyszerűen fölvágom, és kész is. És amikor ez megvan, akkor még lisztes kézzel simán csak átforgatjuk őket, hogy ne ragadjanak össze, aztán várjuk majd, hogy kifőjenek. Oké, minden előkészítve, nincs más hátra, mint hogy meg kell főznünk a levest, úgyhogy most mindent előkészítettem. Halak zuhannak bele az edénybe. Megy rá a hagyma is. Már csak a paprikát és a paradicsomot kell fölvágni, és ez is mehet be. Ennyi. Szóval az alapszabály. 3 kg hal, 3 hagyma, 2 paprika, 1 paradicsom és 3 liter víz.
Az az igazság, hogy legjobb lenne szabad tűzön, kint bográcsban megcsinálni, de ha már otthon kell, akkor az a lényeg, hogy a lehető legnagyobb kraftot toljuk alá, én ezért csinálom ezzel a rózsával, és végig küldeni kell neki, ez a legfontosabb. Oké, eljutottunk addig, hogy fölforrt a levesünk, megy bele 3 darab fokhagyma gerezd, és 3 evőkanál szegedi édes piros paprika. Szóval az alapli készítésének ebben a fázisában mindenképpen teszek bele egy pici bort, nem kell sok, egy pici száraz fehér bort, éppen hogy csak annyi, hogy kapjon tőle az egész egy icipici savat, de ne érződjön ki belőle a bor. Szóval az a lényeg, hogy amíg fölforrt a levesünk, addig a halból és a hal alkatrészekből is főtt ki zsír, és ezen a zsíron fog szépen a bedobott paprika föloldódni. Forrás után még nagyjából fél órát kell főznünk a levest, hogy tényleg tökéletesen kész legyen, és addig is fölteszek még vizet a gyufatésztán. Mindenki tudja azt, hogy hogy készül a jó halászlé. Én is azt gondolom, hogy tudom, és azt gondolom, hogy ez a jó halászlé. Lehet, függetlenül nyugodtan meg lehet kövezni, sőt, keresztre is lehet feszíteni. Neki próbálja meg. Aztán utána mondjatok véleményt, jó étvágyat hozzá. Előre is! Oké, lobogó láng, bő fél óra eltelt, úgyhogy a levesünk első fázisa elkészült, le kell szűrni. Gyönyörű. És a lényeg ennek az egésznek, hogy szűröm, nem passzírozom, nem nyomkodom, szépen megvárom, amíg lecsöpög, és utána a felesleget, a benne lévő mindent, azt kidobjuk. Szóval fogom és kidomom azt, ami már nem kell. És folytatjuk újra és újra. Oké, az első etap teljesen kész. Meg vagyunk a lével, ami tényleg gyönyörű, sejmes, cafatoktól, marcangoktól, mindentől mentes. Egy igazi, kristálytiszta, tényleg sejem ízű és állagú emózió maga a halászlé. Illetve pontosan a hallé. Szóval elérkeztünk a végéhez, a víz fölforrt a tésztához, már csak só kell bele, aztán mehet bele a tészta is. Szóval a tészta fő, és tényleg nincs semmi dolgunk, mint a gyönyörűen leszűrt halászlét, azt visszatesszük a gázra, iszonyatos kraftot tolunk alá, és a besózott halfiléket és beírdalt halfiléket beletesszük, együtt főzzük nagyjából egy negyed órát, és kész az egész. Zseni, nagyon-nagyon jó, egy pici só hiányzik belőle, hogy ezt pótoljuk. A leves elkészült, nincs más dolgunk, mint hogy kitálaljuk. Ez az, amit beton biztosan tudok, hogy milyenre sikerült és milyen lett, de ettől függetlenül azért mindig meg kell kóstolni, sőt, föl kell szívni az egészet begybe. Ez fontos tudni, hogy a legjobb tűz forrón enni. Isteni, imádom. Nekem tényleg ez a halászlé. Nem zavaros, nincs össze maszatolva semmivel, a lét teljesen kristálytiszta. Tényleg nem tudok más és jobb szót rá, mint az, hogy sejmes. A kenyérnél jobb a tészta, és kell bele, van egy pici húzása, bele lehet harapni, érezni lehet a szájban, és emellé tökéletesen, teljesen kifilézett halszelet, ami a legjobb. Imádom a pont nekem a... Régen, amit mondtam, és emettem édesvízi halakat, nincs jobb szerintem az édesvízi halnál, imádom az ízét, tényleg a legtutébb. Ex-szegediként nekem ez maga a karácsonyi íze. Imádom.
jót vágyat mindenkinek hozzá, próbáljátok ki, meglátjátok, vagy jó, vagy nem jó, nekem tényleg a legjobb. Sziasztok!